Álomszép otthon? Velünk gyerekjáték. S+C Studio Kft. Szexárd. www.s+cstudio.hu. Elkészült, átadták a Paksot Dunakömlőddel összekötő kerékpárutat. Csorbuló jogok, évente 7000 gyermeket bántalmaznak családtagjai. Faültetés a kórházban, áprilisban indult környezetszépítő programot folytattak Szekszárdon. Karácsonyi adományok, rászorulók támogatására gyűjt a Vöröskereszt idén is. A Tolnatáj Televízió híradóját látják, köszöntöm Önöket! November 20-án ünnepelte a Világ a Gyermekjogi Egyezmény elfogadásának 30. évfordulóját. Ilyenkor a gyermekjogokról szóló előadásokat, különböző foglalkozásokat tartanak szerte a világon. Szekszárdon Kitanics Márk igazságügyi szakpszichológus a gyerekbántalmazásról beszélt, ami alatt nem csak fizikai, hanem érzelmi veszélyeztetést is ért a szakirodalom. A szakember azt mondja, Tolna megyében sok családban bántják a gyerekeket, és emellett rengeteg eset rejtve marad. Sokkolt a Szekszárdot és az országot az, ami idén márciusban történt az egyik családban. Egy 19 éves férfi saját 6 éves unokahúgát gyilkolta meg. Bár Tolna megyében nem jellemző az ilyen brutális gyilkosság, a családon belüli erőszak jelen van, mondja Kitanics Márk, igazságügyi szakpszichológus. Én azt tapasztalom, hogy nagyon jellemző. Tehát az, hogy a sajtóhoz nem jut el, vagy a közvéleményhez sok ilyen eset nem jut el, eleve azt gondolják, hogy a gyermekek jogai ne csorbuljanak és ne sérüljenek, általában ezeket nem szokták sajtó nyilvánossá tenni. Nagyon sokszor ugye zárt ajtók mögött is tárgyalják ezt a tárgyaláson is, tehát nagyon sok ilyen ügy van, csak kevésbé kerül ez valahogy be a köztudatban. Az Országos Kriminológiai Intézetnél 2003 és 2019 között 8000 vizsgálatot végzett el Kitanics Márk. Az általa vizsgált esetek mintegy harmada gyermek ellen irányuló bűncselekmény volt. Bár rengeteg eset marad rejtve, a statisztika szerint évente 7000 gyermeket bántalmaznak családtagjaik. Ez alatt nem csak a verést, az éheztetést, a csonkítást vagy a szexuális erőszakot értik a szakemberek, hanem a pszichés bántalmazást is, vagyis az elutasítást, a megalázást, a gúnyolást, az irreális elvárásokat is. A pszichológus azt mondja, mindig van jele, ha egy gyereket bántalmaznak otthon. Azt kell vizsgálni, hogy milyen eltérések vannak az átlagostól. Tehát vannak olyan gyermekek, akik a személyiség szerkezetüknél fogva inkább úgy reagálnak erre, hogy bezárkóznak, szorongóvá válnak, a társas interakciókat nem megfelelően működhetik, míg a másik véglet egy figyelemzavaros, nehezen koncentráló, indulatos, agresszív gyermek. Ezek gyakorlatilag olyan jelek, amelyek az átlagostól eltérőek, és hogyha az átlagostól eltérő jeleket vizsgáljuk, akkor azt tapasztaljuk, hogy ezeknek van valami a hátterében, akár egy bántalmazottság. November 20-án ünnepli a világ a gyermekjogi egyezmény elfogadásának 30. évfordulóját. Az egyezmény azonos jogokat biztosít minden gyermek számára az egész világon. Idén 2852 ellenőrzést végeztek Tolna megye területén az adóellenőrök, legutóbb november elején a ruha- és ajándékárusokat ellenőrizték, akik igen szabálykövetőek voltak, mert csupán az ellenőrzött cégek 6%-ánál találtak valamilyen szabálytalanságot. Az adóellenőrök leggyakrabban az online pénztárgép használatával kapcsolatos mulasztást tapasztaltak, de sok helyen találtak be nem jelentett alkalmazottat, és több vállalkozó nem adott nyugtát sem. Idén eddig 13.905.000 forint mulasztási bírságot állapított meg igazgatóságunk a Tolna megye területén végzett operatív helyszíni ellenőrzések alapján, és itt nagyon fontos megemlíteni, nem csak a cégekről van szó, hiszen operatív ellenőrzések érintik a magánszemélyeket és az egyéni vállalkozókat is, illetve vannak olyan adózók, akik többször mulasztanak, és vannak olyan eljárások, amik még jelenleg is folyamatban vannak, tehát eddig 66 adózót érintettek ezek a bírságok. Polgárőrökre támadt egy részeg férfi nagymányokon, az egyik helyi kocsmában kötött bele az éppen szolgálatban levő három polgárőrbe, mert egyikőjükkel korábban vitája támadt. A polgárőrök nem akartak a férfival újabb vitába bonyolódni, ezért miután lenyugtatták, elhagyták a sörözőt. A férfi viszont újra dühös lett és ütni kezdte a pultot. A kocsmáros ekkor telefonon visszahívta a polgárőröket, akik kihívták a rendőröket. A támadót már igazoltatták, amikor váratlanul az egyik polgárőrt combon rúgta. Az áldozat könnyebb sérülésekkel megúszta, a támadásból viszont bírósági ügy lett. A részeg férfi másfél év börtönt kapott, 3 év próbaidőre felfüggesztve.
A bíróság a büntetés kiszabása során súlyosító körülményként értékelte, hogy a vádlott már többször volt büntetve, illetve hogy az első cselekményét követően sem hagyott fel a magatartásával, és a polgárőröket úgy kellett visszahívni, tehát tovább folytatta a becsmérlő kijelentéseket, sőt, még a rendőrök jelenlétében is tetlegességre került sor, azonban enyhítő körülmény a beismerő vallomása és a megbánó magatartása is. Az ítélet jogerős. Átadták a kerékpárutat Paks és Dunakömlőt között, a 2570 méter hosszú szakasz kiépítését a terület és település fejlesztési operatív programban nyert, bruttó 540 millió forint vissza nem térítendő pályázati támogatás biztosította Paksváros önkormányzatának. Tükörsima úton gurulhatnak ezentúl a biciklisek, Paks és Dunakömlőt között elkészült a kerékpárút, külön felfestés mutatja a menetirányt és az elsőbségadási kötelezettséget is. Még az év elején készültek ezek a felvételek, a munkaterület átadás után kezdődött el a kerékpárút kiépítése, fakivágás, földmunka, rézsűépítés volt az első ütem. Az építkezés mostanra befejeződött, csütörtökön ünnepélyes keretek között adta át az új szakaszt Süli János tárca nélküli miniszter és Szabó Péter polgármester. A környezetet óvjuk, illetve ugye a klímavédelmi célokat is ezzel, én azt gondolom, hogy tudjuk teljesíteni, illetve hozzá tudunk járulni ahhoz, hogy óvjuk környezetünket. A környezetvédelem fontosságáról is beszélt a kerékpárút kapcsán Szabó Péter polgármester. Paksváros önkormányzata a terület és település fejlesztési operatív programban nyert bruttó 540 millió forint vissza nem térítendő pályázati támogatást. A kivitelezés összköltsége bruttó 630 millió forint volt. A különbözetet az önkormányzat saját forrásból biztosította. Madocsa és Bölcske is elérhető lesz kerékpárral biztonságosan, hiszen eddig sajnos a hatos úton kellett az embereknek közlekedniük kerékpárral, nem éppen biztonságos körülmények között. Én azt gondolom, hogy ezt követően ennek a kerékpárútnak a használatával nem csak a dunakömlődiek tudják használni ezt, ha Paksra akarnak jönni, hanem szabadidős céllal, akik kerékpározásra vágynak, ők is tudják majd ezt használni. A Paks-Dunakömlőd kerékpárút szakasz megépítése a környezetbarát közlekedés kialakítását célzó önkormányzati program jelentős mérföldköve. Süli János tárca nélküli miniszter szerint sikeresen fejeződött be a projekt. Nagy mennyiségű földet, gyökérzetet kellett kiszedni, talajcserét végrehajtani, rengeteg anyag került be, és akkor van most egy korszerű, szép kerékpárutunk. Én úgy gondolom, hogy a kömlődiek, illetve a országos hálózatban majd bekapcsolva később mindenki tudja használni. Meghosszabbították a felsőoktatási jelentkezések hitelesítési határidejét, az oktatási hivatal péntek éjfélig adott időt. A hivatal csütörtöki közleményében azzal indokolta a hosszabbítást, hogy kedden és szerdán időszakosan technikai okokból nem volt lehetőség a felsőoktatási felvételi jelentkezések ügyfélkapun keresztül történő hitelesítésére. A jelentkezők érdekeit szem előtt tartva, valamint a jogszabályi előírásoknak megfelelően hosszabbította meg a hivatal az ügyintézési határidőt. Fákat ültettek a szekszárdi Balassa János kórház dolgozói az intézményben. A zöldítésre az idén áprilisban indult Fogadj örökbe egy fát nevű programsorozat részeként került sor. Dr. Tarján Jenő, a belgyógyász kardiológus, az egyes számú belgyógyász... Fogadj örökbe egy fát címmel indított közösségi összekovácsoló és környezetszépítő akciót a Tolna megyei Balassa János kórház vezetése dolgozói kezdeményezése. Az idén áprilisban indult program folytatásaként most további 16 facsemetét ültettek el a kórház dolgozói. A fertőző osztály munkatársai is örökbe fogadtak egy facsemetét, hogy a fásítással hozzájáruljanak a kórház épületek környezetében a levegő tisztaságához. Nagyon sok kórházba jártam, de ilyen gyönyörű parkot sehol nem láttam. Erre valamennyien nagyon büszkék vagyunk. És azért is, mert amióta az új kertészünk van, 2 éve, csodálatossá vált a park, növényekkel lett betelepítve, nem csak a mostani fákkal, hanem egyébként is virágzó növényekkel, és gyönyörűen rendben van tartva. A kampány célja egyrészt, hogy a kórház egykori, már nem élő munkatársai részére emlékfát ültessenek. Másrészt a mostani dolgozók összefogásával szépüljön a szekszárdi kórház parkja.
mondta Németh Csaba főigazgató. Ami én nekem ebben a külön érték, hogy ez további közösségformálást tesz lehetővé, hiszen az a közösség, aki azt a fát egy korábban szakmába dolgozó munkatársnak felajánlotta, az nyilván gondozni és rendszeresen látogatni fogja. A Tolna megyei Balassa János Kórház Fogadj örökbe egy fát programjához eddig 6 szervezeti egységtől és 12 magánszemélytől érkezett felajánlás. Idén is kapnak karácsonyi ajándékcsomagot a Szekszárdon élő nyugdíjasok a város önkormányzatától. Ehhez regisztrálniuk kell, ezt személyesen a Városháza ügyfélszolgálatán, telefonon és online is megtehetik december 6-áig. A jelentkezés során nevet, lakcímet és születési évet kell megadni, a csomagokat pedig lakcímkártyával és személyi igazolvánnyal lehet majd átvenni december 12-e és 20-a között, ugyanott, ahol tavaly a Garai téren. Közel 1 millió forint értékű adománnyal támogattak az emberek rászorulókat tavaly a Vöröskereszt segítségével az adventi időszakban, emellett sokan élelmiszercsomagokat is összeállítottak. A Vöröskereszt idén azért gyűjt, hogy a legelesettebbek karácsonyát tegyék szebbé. Az önkéntesek december 6-án és 7-én a szuper és hipermarketekben várják az önkéntes felajánlásokat. Már szinte alig lehet belépni a raktárba, annyira sok a bezsákozott ruha a Vöröskereszt Szekszárdi irodájának udvarán. Karácsony közelettével egyre többen érkeznek ide, hogy otthon már nem használt értékeiket felajánlva segítsenek másokon. Mi várjuk a jó szándékú és adakozni szerető embereket, hogy ne csak esetleg a használt ruhában gondolkodjanak, hanem esetleg élelmiszercsomagban vagy más dologban, ami szintén jó lehet a rászorulóknak. Decemberben leginkább az élelmiszercsomagok jönnek jól a Vöröskeresztnek, ahhoz, hogy a rászorulóknak tudjanak segíteni. Ehhez közvetlenül tartós élelmiszer és pénzbeli felajánlásokat is szívesen fogadnak. Decemberben külön kampányt is indítanak, a Tegyük Szebbé Együtt Mások Karácsonyát nevű kezdeményezést minden évben Tolna megyében is megtartják. December 6-a, 7-e szombat, vasárnap zajlik a gyűjtés az ország minden hiper, illetve szupermarketjében az önkéntesek segítségével. Az önkéntesek 10 órától 18 óráig vannak az áruház valamelyik pontján, általában a bejáratnál, ahol a gyűjtő kocsikba élelmiszereket lehet elhelyezni. Az adomány élelmiszerből a Vöröskereszt megyei szervezetének munkatársai és önkéntesei előbb csomagokat készítenek, amiket a települési koordinátorokhoz juttatnak el, hogy jó helyismerettel rendelkezve ők adják oda azoknak, akik a leginkább rászorulnak. Az adománygyűjtés ellenére a véradás szervezéssel sem hagy fel a Vöröskereszt az adventi időszakban. Pénteken a szekszárdi sportcsarnokban délután 2 és 5 óra között várják a segíteni akarókat. Jövő héten kedden, vagyis 26-án délelőtt a szekszárdi rendőrkapitányságon, délután pedig a Garai János általános iskolában lehet vért adni. Regionális híreink következnek. Lehetőség a kis településeknek, sikeres a Magyar Falu program. Felgyújtotta volt barátnője lakásának bejárati ajtaját, letöltendő börtönre ítélték a férfit. 30 évvel a határnyitás után Németh Miklós egykori miniszterelnök tartott előadást Bécsett. A kistelepülések régóta vágyott fejlesztéseit váltja valóra a Magyar Falu program, a somogyi önkormányzatok is sikerrel pályáztak, így folyamatosan újulnak meg a polgármesteri hivatalok, faluházak, de modernizálhatják a mellékutakat is. A közelmúltban országosan több mint 1500-5000 lélekszám alatti falu 12 milliárd forint forráshoz jutott. Utolsó simítások a kapolyi közösségi házon. A település a Magyar Falu programban közösségi tér fejlesztésére pályázott és nyert 19 millió forintot. Ebből 15 milliót lehetett a külső, belső berendezésre, és az eszközökre is kaptunk még közel 4-5 millió forintot. Tehát megvásároltuk az eszközöket, az asztalokat, a székeket, függönyöket, tehát valójában báli mindent, hogy nagyjából rendbe tettünk ott is. És kívül is, ugye hőszigetülés, a nyilánzároknak a cseréje, csatorna cseréje valósult meg, lábozat kifestése, ez valósult meg ebből a pénzből.
Persze volna még mit csinálni, mondja a 660 lelket számláló somogyi település első embere. Nem jutott már pénz a tető cseréjére, de ha máshogy nem megy, megoldják saját forrásból. Szeretnék még az óvoda nyílászáró cseréjét és külső hőszigetelését is megcsináltatni, valamint belterületi útjaikra, járdáikra is ráférne a felújítás. Így folyamatosan figyelik a pályázati lehetőségeket. A Magyar Falu programot 2019-ben hirdette meg Magyarország kormánya 15 célterülettel. A Magyar Falu programban utak, mellékutak felújítására, óvodák, bölcsödék fejlesztésére, orvosi szolgálati lakások kialakítására, közösségi terek felújítására, falu busz beszerzésére is pályázhattak a települések. A kormány döntése értelmében még ebben az évben további 20 milliárd forintot fordítanak a vidék fejlesztésére a program keretében. A tervek szerint jövőre is folytatódik a vidék felzárkóztatását segítő 15 célterületből álló hazai forrásból finanszírozott pályázati programsorozat. Beismertetettét az ítélet ellen azonban fellebbezett az a férfi, akinek ügyében szerdán tartottak előkészítő ülést Pécsen. A férfi volt barátnője egy társasházban él, aminek ajtaját a vádlott felgyújtotta. Személyi sérülést nem okozott, azonban szakértői vélemény alapján akár az egész ház leéghetett volna, ha a lakók nem kezdik meg a tűz oltását. A férfit 2 év 8 hónap börtönbüntetésre, illetve 3 év közügyektől való eltiltásra ítélték, ő azonban fellebbezett. Ebből a kannából öntött saját bevallása szerint körülbelül 2 deciliter benzint a volt barátnője által lakott pécsi társasház bejárati ajtajára, majd azt felgyújtotta az a férfi, akinek ügyében szerdán tartottak előkészítő ülést a pécsi járásbíróságon. A tárgyaláson elhangzott, szakértői vélemény alapján a tűz átterjedhetett volna a ház falaiban lévő gázvezetékekre, de akár az egész társasház leéghetett volna. Ezért a pécsi járási ügyészség közveszélyokozás büntettével vádolja a férfit. A bíróságnak értékelnie azt, hogy a vádlott büntetett előéletű, több alkalommal került már sor az ő elítélésére. Jelen cselekményt pedig 2018. július 31-én egy büntetőeljárásnak a hatálya alatt követte el, ami szintén a súlyosító körülmények között kell, hogy értékelést nyerjen. Enyhítő körülmény azonban a vádlottnak a javára az, hogy a cselekménynek az elkövetését beismerte. Mindezeket figyelembe véve hozta meg döntését a bíróság. A bíróságra vádlottat 2 év 8 hónap szabadságvesztésre, 3 év közügyektől eltiltásra ítéli. A szabadságvesztés büntetés végrehajtási fokozata a börtön, azzal, hogy a vádlott legkorábban a büntetés 2/3 része, de legkevesebb 3 hónap kitöltését követően a hónapbocsátható feltétele szabadságra. Az ítélet nem jogerős, a vádlott és védője ugyanis fellebbezést nyújtott be. Eszerint a letöltendő börtönbüntetést szeretnék mérsékelni felfüggesztett szabadságvesztésre. Az ügyészség pedig 3 nap gondolkodási időt kért. Milyen filmes eszközökkel szólítja meg kortársait a középiskolás és az egyetemista fiatal, ha baleset megelőzésről van szó, vagy éppen hogyan figyelmezteti a felnőtteket a közlekedési szabályok be nem tartásának veszélyeire? Erről szólt az a pályázat, amit a baranyai rendőrök hirdettek meg az országban. A legjobb munkákat díjazták. Ez a rövid pályamű, amit a Te hogyan előznéd meg elnevezésű baleset megelőzési pályázatra készített Körtési András. Ő első és második helyet nyert 2 kisfilmjével. A neten találkozott a felhívással, ami azonnal megtetszett neki. Azonnyomban már elkezdtem így agyalni rajta, hogy akkor erre szeretnék jelentkezni, és akkor hogy mit kéne erre készíteni. Aztán volt pár ötletem, de aztán igazándiból így a fő ötlet, ami így ennek a 2 kis figyelemfelkeltő kisfilmnek az alapötletét adta, az egy teljesen így hirtelen jött. Az alkoholfogyasztás és a járművezetés összeférhetetlenségére akarta felhívni a figyelmet a budapesti egyetemista. A pályázatot a Baranya megyei rendőrkapitányság írta ki. Közlekedési szabályok betartása fontos. Azt gondoltuk, hogy ez legyen egy szélesebb társadalmi gondolkodásra okot adó gondolat, és ezért hirdettük meg ezt a pályázatot. Gondoltuk, hogy a középiskolások, egyetemisták megszólíthatóak, őket meg tudjuk találni, és talán ők csatlakoznak hozzánk. Bár úgy gondoltuk, hogy ezért 19-re húztunk lapot, hiszen nem tudtuk, hogy mennyi.
mennyien fognak jelentkezni, és a 15 pályamunka érkezett, és az ország minden területéről. Nagyon kreatívak voltak a fiatalok, nagyon jó filmeket forgattak. A Baranya megyei Baleset Megelőzési Bizottság által meghirdetett pályázatra olyan kisfilmek beérkezését várták, amelyek ráirányítják a figyelmet a jogsértő magatartások, például a sebességtúllépés, az ittas járművezetés, a passzív biztonsági eszközök használatának elmulasztása, vagy a figyelem elterelésére alkalmas mobileszközök használata veszélyeire. A legjobb középiskolás és felsőoktatásban tanuló alkotókat szerda délelőtt jutalmazták a megyei kapitányságon. Német Miklós a rendszerváltozás és a határnyitás miniszterelnöke határnyitás 30 évvel az események után címmel előadást tartott a Pécsi Tudományegyetem Rákóczi úti aulájában. A volt miniszterelnököt a Magyar Pán-Európa Unió Pécs-Baranyai szervezete hívta meg. A határnyitás indította el a német újraegyesítési folyamatot, valamint a kelet-európai szovjet blokk teljes felbomlását. Az akkor történteket azonban a különböző politikai erők mindig a nekik kedvező szemszögből elvenítik fel azóta is, mondta az előadása kapcsán Német Miklós. Amikor szocliberális kormányok uralkodtak, akkor, vagy voltak kormányok, akkor mindig, bár nagyon szépen mutatott a fotókon, a hornmok külügyminiszterek drótvágó akcióját ünnepelték. Amikor jobb-jobb középpártok, akkor meg állandóan a páneurókai pikniket állították középpontba, és úgy tálalták, hogy ez volt az, ami. Hát én most azt fogom elmesélni, hogy ha nincs ez a kettő, akkor is van határnyitás. Több száz kép mesél a NATO történetéről, megalakulásáról, külhoni missziókról a Kaposvári Egyetemen. A tárlat célja, hogy a fotokon keresztül a fiatalok megismerjék a NATO működését, és betekintést nyerjenek a Magyar Honvédség mindennapjaiba. A Kaposvári Helyőrségi Zenekar Kamara csoportjának muzsikája adta meg a keddi kiállítás megnyitó hangulatát. A NATO fennállásának 70 évét öleli fel az a tárlat, amely a Kaposvári Egyetemen nyílt. A katonai szövetséghez csatlakozott két évtizede hazánk is. A megnyitón elhangzott, az ország nagyobb városaiba eljutva a kiállítás sorozat arra is lehetőséget nyújt, hogy a magyar emberek és főleg a fiatalok megismerhessék mindazokat az elvárásokat és célokat, amelyeket a Magyar Honvédség megfogalmazott. A házigazda Kaposvári Egyetem nevében dr. Borbás Zoltán kancellár köszöntötte az érdeklődőket. Mint kiemelte, az intézmény elkötelezett a honvédelmi nevelés mellett. Épp ezért saját eszközeivel mindent megtesz annak érdekében, hogy a fiatalok ilyen irányú ismereteit gyarapítsa és erősítse a haza iránti elköteleződésüket. 20 éve vagyunk a NATO tagja, és most egy picit ünnepeljük ezt a 20 évet. Annak ellenére, hogy bennem azért kettős érzések kavarognak ezzel kapcsolatban, hiszen úgy érzem, hogy az elmúlt 20 évben picit elaludt a honvédelemmel kapcsolatos hozzáállásunk, egy kicsit ellaposodott. Úgy gondoltuk, hogy mivel a NATO tagjai vagyunk, ezért egy esetleges konfliktus esetén majd a NATO megvéd minket. Az elmúlt 20 évben nagy fejlődésen ment keresztül a Magyar Honvédség, motivált, jól kiképzett katonákra és modern harcászati eszközökre azonban mindig szükség van. Ezt a célt szolgálja az a kancellár úr által már említett Zrínyi 2026 honvédelmi és haderőfejlesztési program, amely ugye két lábon áll. Egyrészt a honvédelmi program középpontjában az ember, a katona áll, a kiképzett és elkötelezett katona, másrészt pedig haderőfejlesztés terén, a haderőnemenként és képességenként a 21. század kihívásait is kezelni képes haditechnikai eszközökről van szó. A NATO történetét bemutató tárlat november végéig várja az érdeklődőket a Kaposvári Egyetemen. Végül mutatjuk újra, hogy miről szólt a híradó. Elkészült, átadták a Paksot Dunakömlőddel összekötő kerékpárutat. Csorbuló jogok, évente 7000 gyermeket bántalmaznak családtagjai. Faültetés a kórházban, áprilisban indult környezetszépítő programot folytattak Szekszárdon.
Karácsonyi adományok rászorulók támogatására gyűjt a Vöröskereszt idén is. Pénteken is napos időjárásra kell számítani, és eső sem valószínű. A kis élénk légmozgásnak köszönhetően köd legfeljebb elvétve a szélvédett területeken alakulhat ki. Már köszönöm figyelmüket, friss hírekkel legközelebb pénteken este jelentkezünk, viszontlátásra!